kicsit prózai területekre evezünk most. Mindannyian tudjuk azt, hogy van az Egyesült Nemzetek Szervezetének egy bizonyos UNESCO nevű világszervezete, amelyik 1972-ben hirdette meg azt az ezt tagállamok számára, hogy minden ország megjelölhet természeti vagy épített örökséget, vagy kulturális örökséget, ami egy bizonyos kritériumrendszernek az alapján a World Heritage-nek, a világörökségnek a részévé válhat. Ezzel minden nemzet élt, Románia elsőként a Duna-deltát, második menetben a máramarosi fatemplomokat, és az 1990-es évek elején pedig az erdélyi, egész pontosan az erdélyi fatemplom, vagy erőtemplomokat jelölte meg a világörökség részének. Az előző képen, ugye amikor mi Erdélyről beszélünk Magyarországon, akkor mindig erről bizonyos 100.000 négyzetkilométerről egységesen ezt mi Erdélynek nevezzük, hiszen a mi programunkban is az Erdély így szerepel, de tudjuk azt nagyon jól, hogy valójában az Erdély az a erdélyi fejedelemségnek a területét, tehát a Királyhármótól keletre lévő területet jelenti, hiszen ebben a Romániához csatolt részhez, a Trianonban Romániához került részhez beletartozik a Bánság, és beletartozik a Parcium, az a hét vármegye, ami a 16.-17. században hol a királyi Magyarországhoz, hol pedig az erdélyi fejedelemségnek a területéhez tartozott. Ezen a területen három nemzet él, amelynek a szimbólumai Mária Terézia által 1765-ben kiállított nagy fejedelemségi címeres levélben található magyar vármegyéket, a kiterjesztett számjuk Sasmadára, székelyeket a félhold és a napkorong, a szászokat pedig az arany mezőben a hét vörös bástya jelképezi. Ez ugye az a szimbólum, amit mindannyian ismerünk, az egy címet. Ez a vörös pólya, ez pedig Apafi Mihálynak a konstrukciója, azóta se tudja senki, hogy a heraldikusok legalábbis nem, hogy ez pontosan mit is jelent. Az a hét helyszín, amiről ma este itt szó lesz, az az úgynevezett Királyföldön található, vagy legalábbis ezek közül hat a Királyföldön található. Ez a terület, ez Erdélynek a 12. századi történetében egy lakatlan vidék volt, amikor ugye eldőlt az a történelmi kérdés, hogy a Magyar Királyság nem tud nyugat felé tovább terjeszkedni, hiszen István feleségül veszi a bajok Gizellát, és ezáltal apósává válik a német királynak, tehát az ember az após ellen nem igen szokott háborút viselni. Tehát akkor eldőlt az, hogy Magyarország határai nyugaton megállapodtak. Ugyanakkor viszont a népvándorlásnak azok a hullámai, amelyek több közül, hát a leghíresebben talán a Szent László legendából ismerjük, és ugye ezek folyamatosan érik a magyar területeket, szükségessé válik a keleti országrésznek a megerősítése. Ezért a korábban nyugati határvédő népeket, tőztük a székelyeket és a királyok visszatelepítik keletre, de ezzel párhuzamosan ugye szükségessé válik az Európához való, az Európába illeszkedés folyamatában olyan embereknek, olyan szakmáknak az ismerete is, ami ez a Magyarországon akkor még ugye nem igazán voltak hát alkalmas népek, és ezért kerülnek a szászok, akiket akkor még nem így hívnak, a Rajna vidékről Magyarországra. Ugye második Géza király 1147-ben kezdi meg a betelepítésüket, és azért ennek a küküllőnek és az oltnak a közötti nagy területnek azért Királyföld a neve, mert amikor a szászok elfogadják ezt a meghívását a magyar királynak, és eljönnek több mint 1000 kilométerről erre a területre, akkor privilégiumot kapnak. Ezek jogi önállóságot jelentenek számukra nyelvi autonómiát, és még egy egyházi autonómiát is jelentenek, hogy nem a Gyulafehérváron székelő erdélyi püspöknek, hanem közvetlenül az esztergomi érseknek a
az egyházi joghatóság alatt vannak. Az első nagy betelepítés hát egy nagy katasztrófa éri, ami természetesen nem csak a szászokat sújtotta, hiszen a tatárjárás, tehát az a mongol invázió, amit mi tatárjárás néven ismerünk a magyar történelemben, ez a 13. század első harmadában, hát elsöpri az egész Magyarországot. Ezt ugye Rogerius mester, ennek az erdélyi pusztításait azt nagyon plasztikusan megírja a síralmas énekében. A második betelepítési hullám, tehát részben az elpusztult szász települések újratelepítése, illetőleg a Brassó központtal barcaságnak nevezett Burzenlanda, hogy ezt a németek nevezik, hogy a szászok nevezik, területre történik a betelepítés, és akkor ezzel párhuzamosan történik a Beszterce környéki szász betelepítés is, és ez ennek a dokumentumai, az úgynevezett Adreánumok, tehát az András királytól származó oklevelek, amelyek tovább megerősítik a II. Géza által adott privilégiumokat, és ehhez még újabb kívánságokat biztosítanak. Mi az alapvető különbség? Tehát miért szász? Nem mondjuk azt, hogy ezek szász előttek fognak. A szászok és a székelyek között az a legnagyobb különbség, hogy a székely az egy határőrző, állattenyésztő népelem, szemben a szászokkal, amelyek egy földművelő és kézműiparral foglalkozó népesség. A szászoknak, hogy a székelyeket valami tragédia jött, vagy katasztrófa, az állataikat fölhajtották a hegyekbe, ők maguknak elhújtak avatúk. Tehát nem volt szükség az egy helyben lakásra, és nem volt és a földműveléssel kapcsolatos eszközöknek a védelmére sem. Ezért a szászok megerősítik, tehát megépítik a templomaikat, és aztán amikor a veszedelem következik, akkor ennek a templomnak, megerősített templomnak a védelme alá húzódnak. Ezek azok egy ilyen nagy vonalú áttekintéssel azok a helyek, ahol a mai napig láthatók ezeknek a körülbelül 200 ilyen erődtempomot lehet beazonosítani a mai Erdély területén. Ebből közel 100 az, aminél ez mai napig is jól demonstrálható vagy bemutatható ez a több évszázadok során történt erődítésre. Ebből a hetet fogunk röviden megtekinteni, amiből 6 a Királyföldön, egy pedig a Prázsmár, az pedig a Barcaságban található. Az első és talán a legjelentősebb, ez Berethalom, a Biertánnak mondják le, biztos, hogy jól mondom románul, tehát a neve. A Küküllő, tehát a Segesvárt Meggyessel összekötő országot, ez a Küküllő mellett fut, és ebből a Küküllőbe torkoló patakoknak a szurdok völgyeiben vannak ezek a bizonyos híres erődítések, ilyen a Berethalom is, amit így látunk meg, hogyha kelet felől közelítünk a településhez. Kérem szépen, ezek az erőtemplomok, ezeknek az elhelyezkedése, a földrajzi elhelyezkedése, az építészeti értéke és a szépsége, az vetekszik a bármelyik európai építészeti örökséggel. Én helyen közel sokkal szebbnek látom ezt, mint hogy a Loire-menti kastélyokat, amiket ugye előszeretettel keresnek fel az egész világról. Ezeket sokkal kevésbé ismerik, de szépségben semmiben és értékekben semmiben nem maradnak el. Ezen az áttekintő rajzon jól lehet azt látni, hogy ugye azt mondják az építészettörténészek, hogy vannak az egyfalas, a kétfalas és a háromfalas erődítések. A Berethalom a háromfalas, ez nagyon ritka, összesen 2 van, a nagy disznód és a, legalábbis amit be lehet mutatni, a nagy disznód és a Berethalom. Ugye itt látjuk a templomot. Amikor a templomot megépítik, akkor
ezen látszik, tehát itt rögtön látszik az a gazdagság, tehát az az anyagi erő, hogy amikor ezt a hatalmas templomot megépítették, ugye ez a metszett rajzban. Még az is építészetileg úgy is megkülönböztetik ezeket, hogy vannak azok az erők templomok, amelyek dombra épültek, tehát itt például a Reformi ez egy ilyen, vannak amelyek pedig benne a településben találhatók ugyanazon a szinten, mint amin magán a házakban. Most itt először megépül a templom, aztán ezt körülveszik egy falgyűrűvel, később megépül a másik, és aztán a harmadik. Azt tudnunk kell Veredhalom különleges szerepéről, hogy 1547-ben, amikor a szászok egységesen, egyszerre, az összes szász felveszi a luteránus hitet, akkor ide helyezik, Veredhalomba helyezik a püspökségüket, és ez itt marad egészen 1867-ig, amíg a Erdélyben is ugye a vármegye rendszert bevezetik, és akkor kerül át az evangélikus püspöki nagyszemembe. Ez egy kicsit, hogyha a déli irányból közelítjük a települést, akkor ez a látvány fogad bennünket. Ha pedig beérünk a faluba, akkor ugye itt látjuk azokat az épületeket, amelyek ennek az evangélikus püspökségnek voltak a hivatalai az évszázadok folyamán. Ugye közben belépünk, megveszük ugye a jegyet, mert ugye itt nem szászok, azok nagyot, sokat adnak, komoly idegenforgalmi infrastruktúrával rendelkeznek, ez már amikor benn vagyunk a falon belül, az első védőműnek a régi vizes árok rendszer az így van most megcsinálva. És amikor fölérjük már egészen a templom közelébe, akkor mindig megmutatják mindenkinek, hogy csak kiáltott, azon is tudja, ez az a bizonyos békítő torony. Ugye ez az a történet van, hogy amikor a házaspár, hát már úgy gondolta, hogy elég volt az együttélésből, hogy bezárták őket mindegy hétre, és hogyha még egy hét együtt töltött, egy hétben töltött idő után sem akartak válni, akkor hadd menjenek, de hát nem tudom, hogy ez igaz-e, de én kétszer voltam vele, hogy minden kétszer ezt engem elmesélte. És akkor beérünk a templomba. Na most, amennyire szép minden, amikor egy ilyen erőtemplomot megnézzük, ugyanannyira szomorú is. Tudni, ezek, amit ma nézünk, ebből a hétből hat, az szakrális tér. De csak nincs benne hívő. Már ugye a szászok nincsenek, ezt nagyon jól tudjuk, akik itt élnek, azok még nálam sokkal jobban tudják. Tehát egy ilyen hatalmas templom, amiben legalább 1000 embernek biztos volna hely, Isten tisztelet idején kong az ürességtől. Egyszer Lászlóval volt szerencsénk, vagy bal szerencsénk, nem tudom, hogy fogalmazzak, 100 sebesen, ami egy 20 000 lakosú település, egy evangélikus istentiszteleten lenni, és mi velünk együtt összesen nem voltunk 15-en. Tehát ez egy nagyon szomorú, hogy ezek a gyönyörű templomok, ez egy háromhajós katedrális, ugye látszik a terrakottával, tehát a terrakottából készült hálóboltozat, gyönyörű szépen meg, ez szinte teljes épségben megmaradt. Ez Erdélynek talán a legreprezentatívabb, ugye itt látjuk a mennyezetet, az összetartó, ugye, és itt van Erdélynek talán a legnagyobb művészettörténeti értéke, ami nem múzeumban található. Tehát ez ma is a Veredhalmi szakrális térnek a dísze, ez a 38 képes teljes épségű szárnyas oltár, aminek van egy egészen különleges értéke. Tehát nem csak az, hogy ez egy eredeti, tehát ez úgy látható ma is, ahogy ezt elkészítették 1524-ben, tehát a Mohácsi veszedelem előtt 2 évvel ez már készen volt, helyben készült, tehát 100 mesterek készítették, és művészettörténetileg az a különleges érdekessége, hogy a centrális jelenet az plasztikus, tehát ezek szobrok. Ugye Szűz Mária, Mária Magdolna és János evangélikusának a szobrai állapot, Jézus pedig nem gerendákra, hanem szőlő tőkére van felfeszítve. Tehát itt látjuk ezt a zöldet, amit arról a Mária Magdolna. Itt még jobban látszik ez a jelenet. Ezt helyi mesterek készítették,
festési munka, ugye itt a jobb oldali szárnyat látjuk, ugye a évközben nyitva van és nagy bőjben csukják be, azért nincs itt, nem látjuk mind az összes képet, mert a hátsó oldalon a lapostól szenteknek a portréi vannak. Az angyali üdvözlet, Mária találkozása Erzsébettel, ez a betlehemi születés, menekülés Egyiptomban, Jézus tanít a templomban, és ezt pedig megkereszteli keresztül Szent Jánosai oldalmat. Tehát az egész történet, Jézus egész élettörténet, gyönyörű szép művészi 16. század erejéig, a késő gótikus alkotása. De ugyanilyen helyi mestereknek az alkotása, a sekrestye ajtó is. Ugye ez már inkább ilyen kora reneszánsz, ez a szamár hátíves gyönyörű sekrestye ajtó, az intarziás asztalos munka is helyi munka, és amikor ugye valaki elmegy, akkor kezébe adják azt a hatalmas kulcsot, és nem lehet vele végse bemenni, mert hiába van meg a kulcs, még ahhoz valami trükköt is kell ismerni, hogy ezt a meglehetősen bonyolult zárszerkezetet valaki kinyithassa. Ez is egy berethalmi, százszázados mesternek a 500 éves munkája. Most már lassan 600 lesz. A következő helyszín nagy baromlat, ez Valea Vilo, ha jól mondom. Na ez az a hely, ahol már egy száz sincs leszámítva az idegen vezetőt, aki az ember beengedi a templomba. Ez az a fajta, ugye ez egy egyfalas erődítmény, amit most így kicsit magasról nézünk, és látjuk, hogy az erődített templom a településnek a centrumában helyezkedik el. Ugye ez a légi fotó mutatja, hogy itt egy más jellegű erődítésrendszer. Tehát itt nem a falakat, falgyűrűket erődítették, hanem a templomnak a szentélyét erősítették meg. Ugye látjuk, hogy ebben az állapotában sokkal hangsúlyosabb, robosztusabb, mint maga a harangozás, tehát a templom funkciójához tartozó harangtorony. Itt még az építési szakaszok is láthatók. Tehát fölfelé terjeszkedtek, oda-oda próbáltak menekülni. Ugye jött a támadás, észlelték a toronyba, és bemenekültek a templomba, amit aztán ugye a fal az itt is később épül először a templomot, és akkor a szentélyt kezdték emelni, és úgy mentek egyre magasabbra fönn, és innen itt próbálták meg valahogy túlélni azt a veszedelmet. Minél kisebb volt egy erődítés, annál rövidebb ideig tudott ellenállni a nagyobb ostromnak. Tehát ezek általában, ezeknek a célja az volt, hogy valami rablócsapat, vagy hirtelen martalócok átörnek a falura, akkor legyen hol átvészelni ezt a rövidebb időt. Egy háborús időszakra, vagy egy hosszabb hadjárat idejé, ezek nem jutottak azért hosszú védelmet. Ugye ez amikor beérünk a faluba, akkor ezt látjuk. Még egy nagy különbség van ugye a berethalommal szemben, hogy itt nincsen meg az eredeti berendezés. Tehát ez is az építészetileg, ez is 13-14. Század lenne. Magában a templomban már egy késő barokk oltárt látunk, de ez is szakrális tér, csak ugye nem tudják istentiszteletre használni, nincs hívő. A harangja pedig 1922-ben készül, tehát jelen állapotában 19-20. Századi állapotot mutat. A következő helyszínünk a Szászkész. Szászkész az Segesvár és a Brassó közötti országúton található, és itt már nincsenek meg a védfalak, ez egy kétfalas erődítés volt, és látható, hogy más jellegű itt az erődítményrendszer, nem olyan, mint Nagybaromlaknál volt. Itt nem csak a szentély részt emelték és erősítették, hanem az egész templomot. Itt ugye külön van, nincs harangtorony, hanem a torony maga az a templom mellett áll. Fölülről így néz ki a falu, ugye ma is látjuk, hogy itt is a Szászkész az egy egészen kis település, de épp a harangtornya mutatja azt, hogy amikor ez az építmény készült, akkor még rivalizált Segesvárral. Hogyha ugye megnézzük ezt a 1832-es évszámot mutató toronysisakot, akkor ugye itt ez a másik oldalról, ugye ez meg Segesvár. Tehát szinte még a toronysisak formája is ugyanaz, tehát megpróbálták
mutatni ezekkel az építményekkel, tehát ezeknek egy részben van egy védelmi funkciója, ugyanakkor mutatja az település, az azt készítő település, vagy az azt megépített településnek a gazdagságát. Itt a 100 kézdi harangot látjuk, hogy a 100 mester ugye üti a kalapáccsal a harangot, ez pedig a segesvári óraművet, ugye ez működik, mikor egész órát mutat az idő, akkor itt megy, körbe mennek a alakok. Ez a 100 kézdi templom belülről, ugye itt az 1986-os földrengés nagyon súlyos károkat okozott, a jelen állapotában ez az Adenauer alapítvány pénzéből és az Eminescu alapítvány pénzéből lett helyreállítva, és ugye itt van a professzor már említette Károly Herceget a mai nap folyamán. Ő az az ember, aki részben azért, mert a Nagy-Britanniában bejegyzett Eminescu alapítványnak a társelnöke, részben pedig azért, mert van neki egy saját pro-transzilváni alapítványa is, és nagyon szereti a 100 hát, hagyományokat. Ő maga is vásárolt Erdélyben földterületet és kastélyt, és többek között ezekből az alapítványok a pénzéből teljesen felújítatta az almakeréki aponyi kúriát. Ez ma meg a korabeli, tehát a 17. századi ugye, aponyit mondtam elnézést, apafi, bocsássanak meg elnézést. Tehát az apafi kúria almakeréke, ami konferenciák megtartására is alkalmas, de magánszemélyek is bérbe vehetik itt. Megpróbálták a teljes hiteles, történeti hitelességben helyreállítani. És ennek az egyik hát apostola, hogy úgy mondjuk Károly Herceg. Százkéznek van még egy különlegessége, ami, és ez egyben mutatja azt is, hogy valóban ez nem egy 20. századi okoskodás, hogy ők rivalizáltak Segesvárral. Tudni, ez a Mencsvár, amit ugye patonavárként apostrofálnak az erdélyi építészettörténetben, ez a mellette lévő domb tetején van. És pontosan ez mutatja azt, hogy ez már arra az a védelmi funkció, a szászoknak az a gondolkodása, amikor ugye természetesen, illetve sajnos a magyar történelem, az erdélyi történelem tele van háborúkkal, tehát amikor hosszabb hadjáratok voltak, tehát nem csak arról volt szó, hogy ami martalóz határcsapat betört Erdélybe és amit tudott egy éppen elvitt, hanem hosszú ideig kellett kitartani, vagy az embereket és az értékeket biztonságba helyezni, akkor a hegytetőn is építettek egy rüdítményt, ez Segesváron is megvan, és például, hogyha Szelindeken járnak, ott van egy hatalmas vár, ami egyszerűen indokolatlan a kis település, az nem is azért készült, az Nagy Szebennek volt a Mencsvára, azt Nagy Szeben építette, hogyha tényleg úgy alakul a helyzet, hogy menekülni kell egyszerre több száz vagy ezer embernek, akkor legyen hol el, hát hogy mondjam, védelme berendezkedni. Ez sajnos nincsen felújítva, ez nagyon lepusztult állapotban van, de még látszik. A következő helyszín, bevallom, hogy ez nekem az a kedvencem, ez Százfehéregyháza. Ez, ha elhagyjuk Száz kézdet, és beérünk Száz Budára, ott is van egy szép kis egyfalas Száz erőtemplom, vagy egy erőt, egy templomerő, és ott kell onnan még 14 km körülbelül földúton, amikor megérkezünk Viszkri nevű kis településre, ami hát ezért kapta a nevét, mert ilyen fehérre volt valószínűleg már a korai középkorban is messzelve. De hogyha mondjuk egy ködösebb reggelen érkezünk, akkor ezt látjuk. Ugye nem kezd mondani, mint a Csipke-Rózsi kastélya, ugye ugyanúgy néz ki, vagy például a következő kép, ez egy ilyen kis, ez egy napfényesebb, napsütötte időszakban, ezt látjuk. És itt van két olyan épület, amit szintén a Károly Hercegféle alapítvány újított fel eredeti állapotában, hogy a szászok elmentek Erdélyből, meg mit van, itt voltak az épületek, az alapítvány megvásárolta ezt, és eredeti formában berendezte. Ez szintén ilyen hétvégi pihenésre, vagy időszakos bérletre van berendezkedve. És ez az, ami ezt látjuk, ez is a település közepén, így veszi körül a falu az erődítmény. Amikor mi ide először megérkeztünk,
akkor ezen a bejáraton, ami itt látszik, az egyet tudunk menni, itt a következő jelenetet láttuk, hogy három fiatal ember, pontosan öltözött két férfi és egy hölgy, egy fejkendős nénivel beszélgettek angolul. És ugye, hát rögtön mi is oda, amikor odaértünk, akkor hát akkor hallottuk, hogy arról folyik, hogy vajon miért olyan fontos a magyaroknak Erdély, és akkor háztól rögtön ilyen rövid szemináriumot tartottam. A szófiai amerikai nagykövetség kultúratasséja, a felesége és a követségi titkár voltak ezek az emberek, és a Sári nénivel ott beszélgettünk. És amikor beértünk, amikor aztán az amerikaiak elmentek, és mi beértünk a kapun, akkor a Sári néni nekünk már magyarul kezdte mondani, hogy mit érdemes itt, mit is érdemes itt megnézni, hogy nézzük meg a toronyban lévő Mátyás király által, Mátyás király uralkodása idején öntött harangokat, nézzük meg azt, az előbb láttuk egy pillanatra, az 500 éves bejárati ajtót, ami még a Hunyadi János idejében ácsoltak. Ugye a templom berendezését az a szépen, hát ugye a 18. századi állapotot láthatjuk itt. Természetesen itt sincsenek, hát szinte százok a német nyelvű bibliai idézetek a festett kazettákon, és a száz életnek a mindennapjait bemutató múzeumi helyiségeket, ezeket mind szépen mi végigjártuk, és amikor leértünk végre, körbejöttünk és mindent megnéztük, akkor a Sári néni már franciául tájékoztatta ezt a családot. Ez az Abu Dhabi holland nagykövet és az ő családja. Nem tudjuk, hogy azóta se tudjuk, hogy mi volt aznap Szászfehér egyházán, de azért ez nem egy mindennapi jelenet, ugye. Én nekem volt egy barátom, azzal én nagy versenybe álltam, hogy olyan melyikünk fog először véglátogatni az világörökségi helyszíneket Erdélyben, és 6-6-ra állt a mérkőzés, és amikor megjött és mondta, hogy hú, mi ez a baj, nem tudtuk elmenni, mondta, akkor veszítettél, na azért ez akkor történt ez a látogatás. És amikor ők is elindultak, miután megkapták a francia nyelvű instrukciókat Sárnénitől, akkor Sárnéni leült a Sámlira, és azt mondta, hogy na most végre egy kicsit képjön. És kérdezték, hogy mit tetszik olvasni. Azt mondja, hogy mutatta, hogy Schiller Don Carlosát olvasta éppen németül. És akkor ugye egy pillanatra én az egyetemen, mikor szoktam tartani előadásokat, akkor mindig megkérdezem az egyetemistákat, hogy tudja-e valaki, hogy mi az a transzilvanizmus. Általában nem szokták tudni. Ugye Sütő András életművéből is gyönyörűen előjön, ha csak visszagondolunk egy pillanatra arra a levélre, amit ő ötödikesként írta a román osztálytársához, tehát a tolerancia, a másság elfogadása, a más kultúrájának a tiszteletben tartása, és természetesen ennek egy eleme a sok nyelvűség. Ugye Sári néni nem más, mint a szászok közül az a kevés, aki itt maradt, ő volt a falunak a tanítója, tehát ha angolul hallottuk, beszéltünk vele. Magyarul minket így útba igazított, franciául magyarázott a hollandoknak, németül olvassa a Schillert, mondván, hogy szerinte szép, mint Shakespeare, és persze nyilván románul is tudott, nem kérdeztük ki, mert hogyha tanítottak, akkor valószínűleg tartottak. Tehát ezen az öt nyelven beszél a Sári néni, az Isten háta mögötti Szászfehér egyházán. Na most kíváncsi lennék, hogy mondjuk Szombathelyen, ami 80 ezer lakosú város, az idegenforgalmi hivatalban van-e valaki, aki mondjuk három nyelven tud beszélni. És így merek már fogadni, hogy nincsen. És úgy gondolom, hogy senki nem kényszerítette arra, hogy ezeket a nyelveket elsajátítsa, ez valahogy számára az élete folyamán természetesen. És ez mikor történt, ez a látogatás? Hát, mikor voltunk hiszen? 5 éve körül. A következő helyszínünk ez a Királyföldnek a keleti sarka, vagy bocsánat, nyugati sarka, Kelnek. A Kelnek az a kapuk tojás ebbe a menetbe, mert a Kelnek már akkor idegenforgalmi célpont volt, a 70-es években jártam én ott először, vagy egy 80-as évek előtt jártam én ott először, amikor még nem volt világörökségi helyszín.
Ezt a, az ugye a nagy országú utát, a Arad, Déva, Nagyszeben, Brassó országútnak a mentén van, és ezt a román idegenforgalom már akkor ilyen, ilyen kiemelt helyként kezelte. Ez egy kétfalas erődítés, amiből ma már csak az egyiket, ma már csak a belső erőt falban meg. Ez szintén alap, tehát ott van a településnek a szintjén, tehát ugyanazon a magasságon van, mint amin a házak. Viszont más, ez megint egy, valószínűleg tudatosan válogatták össze azért ezeket a dolgokat. Itt nem a templom van megerősítve, mint ahogy mint Szászkézden, vagy Benethalomban, vagy Nagyparomnak már láttuk, hanem a lakó, van egy lakótorony benne, és külön van egy hangsúlyos, tehát egy kapu bejáratot védő erőtorony. Belülről így, hát így, amikor megérkezünk a faluba, akkor ezt látjuk, hogy itt van a lakótorony, ez pedig a kapu bejáratnak a védelmi tornya. Ugye ez a fal maradt, meg a külsőt azt már lebontották. Itt van ugye szépen parkosított rész. Ez egy idegenforgalmi kirakat. Itt van az, hogy a templom már nem szakrális tér, hanem egy ilyen idegenforgalmi bemutatónak használ. Itt ugye itt látjuk, hogy a szószék meg az oltár, ezek már csak ilyen díszként vannak bent. És ugye itt ugye látjuk azt, hogy a nagyon szépen megmaradt, tehát a hajdani karzatnak a szépen festett kazettáit lehet látni, de alatta meg ott vannak a környéknek a, tudom én, a fazekas művészetét, vagy a népviseletét. Mert is természetesen van boros pince is, hogyha már a turista jegyet váltott, akkor azért valami maradandót is vigyen magába. És most átvegyünk a barcaságba. A következő helyszínünk a Strásvár. Ez tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a legkeletibb szász erődítés, ami még látható. Szintén a falu közepén van, ez már inkább egy kisebb város, ami ezt körülveszi, és azt kell mondanom, hogy talán hogyha valaki ez ilyen tudományosan akarja, vagy a lényegét akarja ennek megérteni, akkor ide érdemes először elmenni, mert tehát itt látjuk a metszetrajzát. Ez két szempontból is érdekes. Egyrészt, hogy teljes épségű, legalábbis az építészeti része az teljes épségben megmaradt, és a Szent Kereszt titulusú temploma, aminek itt látjuk a tornyát. Ugye itt, hogy körül megyünk a településre, akkor ezt látjuk, ugye itt a szurok, kiöntők, meg a lődések. Tehát ez egy igazi, masszív, védelmi, rendszerű építmény. És az érdekessége, hogy ugyan minden kamrának ugyanaz a száma, ugye itt lehet látni, ami a korábban a házszám volt. Tehát amikor jött a veszedelem, akkor bemenekült, és mindenki tudta, hogy a százasból a százasba kell menni. Tehát ez volt a lényege, hogy ez szépen teljes épségben fel van újítva, és körül lehet járni, mindent meg lehet nézni, itt is természetesen van szász folklór bemutató, a korabeli élet, tehát a korabeli tárgyi eszközök, amit tárgyalmas, ami megmaradt, vagy amit megmentettek. Itt van ez a katonavár része, tehát ennek is meg van külön erősítve maga a bejárat. Itt ugye látszik, hogy ez itt szekérrel is be lehet jönni, tehát kinyitották a kapukat, és mindenki gyorsan elfoglalhatta a biztonságos védelmi helyet. A maga a temploma viszont az egy művészettörténeti érdekesség. Mert ugye, hogyha ezt történetileg nézzük a Erdélynek a megszervezését a 12.-13. században, akkor ennek szerves része volt az, hogy szerzetes rendet is hoznak. Ugye II. András még kísérletezett a német lovagrenddel is. Kercre 1202-ben II. András telepíti le a cisztercitákat. És a kerci, itt láthatjuk a kerci, ennyi maradt meg sajnos csak belőle. Ma az óriási, hatalmas szerzetes rendi templomnak a szentélyét használják az evangélikusok templomnak. A templom bajója az egy hősi temető. Ez egy fantasztikus építmény, érdemes megnézni. De itt láthatjuk, hogy az ablakok, tehát ez úgynevezett kerci építő műhelynek a kisugárzása, ennek a legkeletibb
eleme az a prázsmán templom. Tehát körülbelül ez együtt történhetett a százságnak a második hullámú telepítésével, és azt is a kerci, valószínűleg ugyanazok építették ezt a templomot is, akik a kerci, ciszterci templomot építették. Itt láthatjuk a három hajót. Ugye most úgy képzeljük el, hogy ez egy görög kereszt alakú templom, a centrum, tehát a keresztnek a közepéből emelkedik ki a torony, ott állunk most, onnan ezt látjuk a főhajóban. Három hajó, szintén három is katedrális, kb. 1000 ember befogadására alkalmas. Itt láthatjuk a gótikus hálóboltozatot, itt ugyanez a terrakotta megoldás, ami a kórus fölötti részt, itt van a 13. századi kőszószék, egy gyönyörű stalló, ez 16. század eleje, itt pedig látjuk a szárnyas oltárból azt, ami megmaradt. Hát ezért említettem azt ki az elején, hogy a Meredhalmi az teljes épségű, ez legalább olyan szép lehetett, és díszes, és nagy, mint a Meredhalmi, de csak ennyi maradt meg belőle. És itt lehet azt látni, hogy ez a régebbi. Ugye tehát itt nincs középen plasztikus megoldás. Ez inkább még azt mondja a művészettörténet, aki ír erről, hogy ez mintha a Trecento, tehát ez szinte még a 13. század vége, ugye a 14. század, de biztos, hogy 14. századi, ugye hallottuk, hogy a Meredhalmi 1524-es volt. Itt nincs is, Mária Magdolna nincs, ugye arany az egész háttér, tehát a korai, nincs plasztikus ábrázolás, és ugye a jelenetek közül ugye Krisztus leveszik a keresztről, és testét sírba teszik, itt alszanak a katonák, Krisztus feltámad, itt meg már Jeruzsálemi azt mondja, csak az angyallal tudnak kommunikálni. A Golgota jelenet az pedig a hagyományos, hát a korai gótikának a gyönyörű szép alkotása. Ez is nagyszerű, hogy ennyi nyilván megvan belőle. Itt pedig egy kis részlet az egyik kamrában berendezett 100 népi hagyomány közötésből. Az utolsó helyszínünk az merőben különbözik az eddigiektől, nem csak azért, mert nem luteránus, hanem unitárius, hanem azért, mert nem szász, hanem magyar. Székely Derzsnek a nem annyira az erődítés része az érdekes, hiszen ezek a falak és ez a torony, ez 18.-19. század, talán a falnak az első elemei lehetnek egy kicsit korábbiak. Székely Derzsnél sokkal inkább, tehát itt is egy hasonlót látunk, mint amilyen a szász kézdi volt, tehát az egész templomot erősítették és emelték meg a ugye itt fönt látjuk a szurókkijöntő és lőréseket és a szurókkőtényásokat. Ami a legérdekesebb teszünk, és ami művészet történetileg emeli ki az egész erdélyi csodálatos gazdagságú kincsek, vagy hát a értékekből, az a Szent László legendának ez a fantasztikus eleme, ugye, ahogy látunk közelebbi képeket. Ez kb. 100 négyzetméter, ami megmaradt belőle. És ugye azt mondja, ugye az öt nagy jelenet itt az azért hoztam ezt a képet, tehát ugye a kilovagolás várakból, az üldözési jelenet, ugye ez a hunnak, illetve a fejét azt elütötte a gótikus borba, itt a birkózós jelenet a kunnal, itt van a és itt van a pihenési jelenet, itt pedig a kunnak a lefejezése látszik, ez az öt nagy jelenet. Ugye itt látjuk a Szent László, ugye a kísérői azok ugye itt áldozatul estek a bővítésnek. Ugye itt a birkózás jelenet, ugye itt a lány, aki a döntetlen álló mérkőzést egy bármütéssel, a Kunyakhilles ínyának az elvágásával eldönti a mérkőzést. És ugye ez a csodálatos jelenet, ez egy 600 éves festő. És ugye nem csak az alapok vannak megfestve, így jól lehet látni, hogy a teljes háttér is díszített. Most ugye mit? Tehát ugye egyrészt láttunk egy fantasztikus, tehetségű művészt, aki így tudja nekünk közvetíteni az egész drámának tehát az arc kifejezéseken át is lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen mi is történt, hogy ez egy halálos, fáradt embernek a pihenését mutatja ez az utolsó jelenet. De gondolj bele abba, hogy ha most 2000-es
vagy a Fidesz, mikor megtalálták, ez a 20. század közepén volt, megmaradt 600 év után ennyi belőle, ez az egész ki volt festve. Micsoda hatalmas pénzösszeg, milyen gazdag volt az az ember, aki ezt megrendelte. Tehát egyrészt ugye látjuk azt, hogy van egy olyan művészethez értő, jól, hát hogy mondjam, kiképzett ember, aki ezt meg tudja csinálni, ugye a 100 területeken látjuk, és aki ezt megfizeti, tehát itt van egy fantasztikus anyagi erő, és megvan az ennek a működtetéséhez szükséges a szakember táta is. Nem csak a Szent László freskó volt, ugye gondoljuk bele mindig abba, hogy az analfabéta, tehát analfabétizmus van, az emberek nem tudnak írni, olvasni. Tehát az, hogy a képi megjelenítés nagyon fontos a templomokban, ezért is tehát készülnek ezek a gyönyörű festmények különböző színvonalon természetesen. Itt például mit látunk, ugye Szent Mihály Arkangyalnak ez is szerencség van, ennyi megmaradt belőle, ugye a kezében a mérleg, hogy az ítélet napi ügyintézőről van szó, ugye az ördögök itt ugye próbálják lehúzni a sermeket az egyik felét, és az angyalok ugyanúgy kísérleteznek a másik oldalon, hogy azért mégis kinek jut a több megmentett vagy elkárhozott lélek. És ami a legnagyobb szerencséje a magyar művészet történetnek, nyugodtan megmerem ezt a kijelentést kockáztatni, ez a freskó részlet. Ugye látjuk, hogy mennyi minden elpusztít belőle. Maga a jelenet, az a damaszkuszi úton vagyunk, az Úr fény sugarakat bocsát, és itt fekszik a földön, itt a feje, Szent Pál. Tehát ugye Saul, miért üldözölt engem, ugye lezuhan a lóról. És hát ez nagyon sok helyen meg van festve, nem is ez annyira az érdekes, hanem a kísérők ugye itt elképedve nézik, hogy itt mit történnek, és ugye a zászló, ami megmarad. Ezen a zászlón az van felírva, hogy a festményt készítette Hungi Lőrinc fia Pál mester 1419-ben. Ez egy fantasztikus szerencse, mert ugye mindig tavaly voltunk Kéményben, ez ott Kéményben beszakadt a már elhagyott, elnépt, már református szempontból elnépteletedett falunak a templomának a teteje, az eső elkezdte lemosni a falakat, és előjöttek fantasztikus freskók, akkor pályázat be tudták fedni, és ma már gyönyörű freskókat lehet látni. Hasonló színvonalon, de nem tudjuk, hogy ugye más stílusú az északi falon és a déli falon, amikor ezt mi megnéztük, akkor azt mondja velünk lévő 10 éves kisfiú, ez a krokodil, ez hogy kerül ide? És akkor vettük észre, hogy ez nem krokodil, hanem a Leviatánnak a szörnye, aminek csak az alsó állkapcsolatot megérítja. Tehát fantasztikus dolgokat lehet találni, de mondom, ugyanezt mutatja. Tehát Székelyesben megmaradt az ászló, feltételezve, hogy ott is valahol meg volt festve a mester, ott is fölírta, csak azt nem találjuk meg, és ezért aztán most van a nagy találgatás, hogy ez most 14. századi, vagy 15. század eleje. Itt viszont megvan. De nem csak egy, tehát mikor végigjárjuk Székelyesben, és megnézzük ezeket a fantasztikus freskókat, akkor ugye előbb-utóbb a szemünkbe tűnnek a gyámkövek is. Ez a vér, a fiait vérével tápláló pelikán, ami a Derzsi családnak a címere. Tehát ebből tudjuk azt, hogy a Derzsi család építette. A másik, a leghíresebb, talán ezt szokták a legtöbbször mutogatni, én magam is ez volt az első, amit kerestem, ugye az a székely szimbólumok. Mert ugye ezen vita van most, ugye főleg most, hogy előjött az egész kérdés, hogy melyik volt a régebbi? A háromszék és mondjuk Székelyudvari által használt páncélos kar, vagy pedig a félhold és a csillag. Én azt gondoltam mai módon Szombathelyen, amikor a címertanúsként, hogy hát majd elmegyünk Erdélybe, megnézzük a templomokat, amelyik előbb megjelenik, az után így. Hát nincs szerencsére. Erre a mikusnak már egyszerre jelenik, mert ugyanezt tapasztaljuk Bögözön, ugyanez van Gelencén, ugyanez van Magyarvalkón, mindenhol ugyanez van, egyszerre jelennek meg ezek a szimbólumok. De itt is megvan, és na de ez micsoda, felismeri ezt valaki? Mert számomra Székelyesnek ez a legnagyobb.
Tessék? Egy hát ugye ez persze itt úgy néz ki, mint ez, ami háromből lenne itt a személytelt. De nem, az csak a fénykép. Ez csak a fénykép. Nem. Ez micsoda? Ez a nehéz eke, kérem szépen. Nem olyan primitív ez. A 15. század legnagyobb technikai találmánya. És mit bizonyít ez? Amivel ugye, hát ez a nyugat-európai mezőgazdaság történt, tehát hogyha valaki nézegeti, mondjuk Németország vagy Itáliába, ott ennek hatalmas kultusza van. 1419-ben nem csak a Szent László freskót festi meg Ungi Lőrinc fia pár fantasztikus színvonalon, hanem már a kő faragó megfaragja a nehézekét. Erdélyben már ott volt a 15. század elején a legnagyobb európai talán, ugye itt a Csoroszja, tehát ugye nem az a földbe szúrt bot, amit húzkodtak korábban, hanem a nehéz eke, kérem szépen. Itt van meg, itt van kőbe. Na és akkor ez pedig egy másik világ, de azért ezt is megmutatom. Mikor 1929-ben tartozták a templomot, valaki befolytott ezt a téglát, és rajta volt a rohás illát. És ez ugye Rádú János barátunk szerint, ugye a kibéli remete olvasatában, ez az van ide írva, hogy Mihály apapap, Derzsi apapap, ennek ez a, nem tudom, nem értek hozzá, ez ugye két írásmód szerint, hogy látjuk, hogy kétfajta mód is lehet. És hát akkor pedig, a végén pedig, marad a 20. századi mindig érő archaizmus, ugye, hogy nyilván amikor bemenekültek az erődbe, erődített helyekre, akkor vittek magukkal mindent, az értékeket és az élelmiszert is. Na most a Székely Derzsi szalonnás bástyán a mai napig megvan ez a hagyomány. Tehát amikor elkész, meg van füstölve a hús, akkor mindenki beviszi, nem kell rá cédulát írni, mindenki tudja, hogy hova akasztotta, ennek olyan a klímája ennek a helynek, hogy itt semmi nem fenészedik meg, és minden héten van két vagy három alkalom, amikor be lehet menni, és akkor le lehet várni a szalonnába, és mindenki csak beállítják vizéhez. Ez mai napig élő, vagy mi láttunk, ott voltunk, amikor mentek az emberek a szalonnába. Mindenkinek van a saját jele, hogy melyik... Nincs ezen jel, mindenki tudja, hogy hova akasztott. Na most ez az, ami ma már a 21. században van, de képzeljük el, hogy mindenki föl akartja a szalámiát, és mondjuk valami élelmiszer üzletbe, és másnap reggel megy és nézi, hogy megnyugodjon az ember. Megnézheti, ugye? Itt működik. Na és akkor, akik interneteznek, valószínűleg találkoztak azzal a történettel, ami néhány éve, még két-hat hónapja is megkaptam, hogy ilyen Henry Davidsonos magyar motorosok eljöttek Erdélybe, és elmentek Székely Derzsire, nem tudom miért, valószínűleg a rovás írás miatt, és eléjük toppant a fejkendős néni, és elszavalta nekik Petőfi 300 soros Hazán című versét. No, itt van a néni, Kanyaró Annának hívják, mi is találkoztunk vele, nekünk nem Petőfit szavak, de kezével a csirkékkel, halálos türelemmel mondta, amit tudott, és amikor a templomot, hogy lehet bejutni, akkor a papot nem találtuk otthon, és akkor előkerítette nekünk a unitárius teológiai hallgatónőt, aki aztán kinyitotta. Na ő az a néni, a fejkendős néni, ez tényleg igaz a történet, ott is kicsit ilyen regényesen van előadva, és ugye el vannak állulva, hogy Erdélyben mik vannak, hát ez is a transzhumanizmusnak a része, hogy a vág csirkevágásban tartó néni közben elszaval egy Petőfi verset. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm.